A Kárpátai Magyar Diákok és Fiatalkutatók Szövetsége immár 10 éve minden év tavaszán ellátogat Kárpátalja középiskolába, annak érdekében, hogy a végzős hallgatóknak elmondja, hogy miért is fontos a szülőföldön való továbbtanulás, illetve hogy mi az, amivel a KMDFKSZ foglalkozik. Sajnos a karanténkorlátozások miatt ebben az évben nem tudunk ellátogatni a középiskolákba, viszont nem szerettük volna információ és tudás nélkül hagyni a középiskolásokat, így egy tudomány népszerűsítő webináriumot hirdettünk. Február 20-án 10 és 13 óra között egy olyan webináriumra, egy olyan konferenciára hívjuk a végzős középiskolásokat, ahol megtudhatják, hogy mivel kell kezdeniük a felvételit, hogyan regisztráljanak, mik azok a fontos dolgok, amire a regisztráción oda kell figyelni, mit tartogat számukra a diák élet, mit foglalnak magukban egy-egy szakok, de arra is kitérünk, hogy milyen az élet a katedra másik oldaláról tanári szemmel, valamint bemutatjuk szervezetünket. Minden végzős középiskolást várunk február 20-án, hogy az otthon a kényelméből minden kérdést a választ kapjon. Mivel idén sajnos nem tudjuk megszervezni a tanulmányi vetélkedőnket, ezért létrehoztuk az eszé pályázat nevű programot a kárpátaljai 10-11. Osztályos diákok számára. Három témakörben adhatják be a munkáikat a diákok. Van egy reál, egy magyar nyelv és irodalom, és a társadalomtudományi kategóriánk. Ezekben egyenként három nyertest is hirdetünk. A munkákat március 10 éjfélig várjuk, és biztatunk minden diákot arra, hogy jelentkezzenek, mert értékes nyereményben részesülhetnek.